Ez az étel pontosan úgy néz ki, mint hogyha húsból volna, pedig zöldségből van. Ha szeretnéd elkészíteni, nézd meg a videót. Lidl online főzőiskola, a nagy ragú lecke. Első részben rögtön egy zöldségragúval indítunk, a második részben egy fehér szárnyassal, csirkével, végül áttérünk a vörös húsra, a marhára. Tulajdonképpen a ragú az nem is leves, nem is egy teljes értékű sült hús, hanem sokkal inkább egy pároltas, sültes jellegű étel. Az első receptúránk az igazából egy zöldségragú lesz. Már alá is kapcsolok az edény alá, ugyanis át kell forrósodnia, át kell hevülnie ahhoz, hogy kellően le tudjak benne pirítani mindent. Remélem megfogalmazhatok egy pár kérdést, amit fel is fogtok tenni. És ha nincs kérdésetek, akkor pedig csak egy like. Sárga répa, fehér répa. Jellegüknek megfelelően nagyobb darabokra vágom. Közben egy pár szem burgonyát is feldobok a héjába megfőni. Meg is hozom természetesen. Jöhet a póréhagyma, a zsenge középső részét fogom használni. A köpennyel majd mutatok valamit. Salottahagyma, csak így félbevágom, hagyom szépen rusztikusan egészben. Zeller gumó, első körben. És közben fel is iratkozhattok természetesen. Gombákat csak félbevágom. Fokhagyma, csak így félbevágom a gerezdeket. Jöhet is egy ilyen 6-7 gerezd nyugodt szívvel. Az angol zellert minden esetben meghámozzuk. Jöhet egy kis oliva, és kezdem kispirítani. A gyökérzöldségeket, sárgarépát, illetve a fehérrépát el is kezdem szép, türelmesen, lassan pirítani, karamellizálni. Jöhet hozzá a zeller is nyugodtan. Jöhet is egy pici só, és amíg a gyökérzöldség kap egy kis szint, készítek egy bukégárnyét, azaz egy kis fűszercsomagot. A pórihagymának a köpenyét fogom használni. Ez lesz egy ilyen természetes ízesítő anyagom. Papírlevél, egy kis petrezselyemszár, egy kis kakukkfű, citromnak a héja, hámozóval hosszú csíkokat próbálok megvágni. Én itt amott kezd egy picit karamellizálódni, jöhetnek a hagymák, salotta, póré, minden nemű fűszert, amit itt összekészítettem, azt szépen a markomba veszem, összecsomagolom, belerakom a póréhagymába, föltekerem, szorosan megfogom a póréhagymát, fogom a spárgát, és alaposan körbekötözöm. És hogyha körbeértem, akkor megcsomózom. Így, né? Félre rakom, és tovább pirítom a zöldséget. Jöhet a zöldségre a többi hozzávaló. Angol zeller, gomba, és a fokhagyma. És eljött az ide, hogy egy újabb csipet sót rakjak rá. Jöhet egy kis bors, jöhet a saját fedele. Körülbelül egy 2-3 percet így hagyom egy picit a párába párolódni. Hozzárakom a paradicsomot, és berakom a sütőbe. Paradicsom, teljesen neutrális konzerv paradicsom. Picit összeforgatom a zöldségemet, és eljött a pillanat, hogy hozzájöjjön az ízesítő csokrom. Szépen ide beleszuszakolom az aljába, lefedem a ragumat, berakom az előmelegített 180 fokos sütőbe. Körülbelül egy ilyen fél óra alatt tökéletes lesz. Közben megfőtt a burgonyám, kiveszem a vízből. Itt egy pár szem koktélparadicsom, a végén fogom hozzáforgatni. Most nem fogom eltávolítani a héjukat, egész egyszerűen nem szükséges, így is nagyon remek lesz. Jöjjön egy serpenyő, oliva, hogyha már olivával készítjük a zöldségragút. A burgonyákat héjasan csak elvágom háromba, és jöhet a olivába fürdőzni. Meg is pirult a burgonyám. Félrerakom ide picit pihenni, maradhat nyugodtan a serpenyőbe. Ragumnak csak egy pár perc van vissza. Meg is vágom a friss fűszert. Schnidling. Egy kis petrezselyem. Nem vágom nagyon finomra a petrezselymet. Viszont a szárát azt igen. És hogyha megvagyok, jöhet is a ragu. Hozzárakom a pirított burgonyát. Csak úgy, mint a frissen összevágott zsenge koktélparit. És a friss fűszereket. Egyúttal a buké gárnyét azt ki is veszem, megtette a szolgálatot. El is készítettem. Nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon jó illata van. Próbáljátok ki. Témánk a nagy ragú lecke. Az első rész végére értem, elkészült a zöldségragú. A második részben láthatjátok, hogyan készül a csirkefrikasszé. A harmadik részben a beef burgonyont. További témákért és leckékért pedig bátran kattintsatok ide.